A falmászás egyre közkedveltebb kicsik és nagyok körében egyaránt, ennek is köszönhető, hogy immár magyar kupa küzdelmeket is rendeznek a sportág Miskolci otthonában, a Factoryban. A harmadik alkalommal megrendezett mászóversenyre 7 kategóriában nevezhettek a sportolók. Az extrém sportok Miskolci fellegvárában az elmúlt hétvégén is adrenalin növelő találkozóra invitálták az érdeklődőket. A 12 méteres belmagasságú, 360 négyzetméteres, enyhébben vagy meredekebben áthajló és függőleges falakkal, valamint egy hatalmas plafonnal rendelkező mászóterem várta ezúttal is a sportolókat. A magyar kupa fordulójára 7 kategóriában lehetett nevezni. Mini, gyermek, serdülő, ifibé, ifiá, junior és nyílt kategóriában. Ő Rónyai Péter, bár még csak 10 éves, kategóriájában nagy tehetségnek számít. 6 út van, igen, és azt így meg kell mászni, és aki mind a 6 utat megmássza, akinek legjobban sikerül az mászása, az fog bejutni a döntőbe. Így a döntőbe 1 út van. A gyermekeknek tehát 6 rövidebb utat kellett teljesíteniük, míg a felnőttek 2 hosszabb távon méretették meg magukat. Ez egy nehézségi magyar kupa forduló volt, ami azt jelenti, hogy köteles biztosítással hosszabb utat tettek meg a versenyzők. A megmérettetésen az elért magasság alapján értékelték a mászó fiatalokat. A lényeg az, hogy minél magasabbra mászon a versenyző, gyakorlatilag igen, mindenképpen az elért magasság határozza meg az eredményt. Az idő az csak másodlagos, bizonyos apróságokban dönthet, de lényegét tekintve csak az elért magasság határozza meg azt, hogy ki hol végez. Karabiner, beülő, kötél, a falmászás elengedhetetlen kellékei. A tavalyi versenyen jóval többen használhatták a biztonsági felszereléseket, idén ugyanis mindössze 45 gyermek és 30 felnőtt jelentkezett a kétnapos megmérettetésre. Minden esetre a sportág Miskolci otthonában az ország legjobbjai mérték össze erejüket és tudásukat a harmadik alkalommal megrendezett mászóversenyen.